Már is jön a folytatása ma reggelben. Az Európai Bizottság elnöke azt ígérte, hogy az európai parlamenti választási kampányban személyesen is fellép az Európai Uniót, vagy az általa vezetett brüsszeli testületet érintő alaptalan híresztelésekkel szemben. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter erre úgy reagált, hogy Jean-Claude Juncker európai vezetőként megbukott, a briteket ugyanis nem tudta bentartani a közösségben, a migránsokat pedig nem tudta az uniós határokon kívül tartani. Ifja Blomnici Zoltán, a századvég jogi szakértője ma reggel vendége, és hát sok mindenről beszélgetnek Barnaik, mert hogy nem csak ezt mondta az Európai Bizottság elnöke. Köszönöm szépen, talán kezdjünk ezzel, hogy a magyar álláspont az, hogy Európai Bizottság, nem személy szerint Juncker úr, nem tudta bentartani a briteket, viszont az illegális bevándorlókat meg beengedte. Erre mondta Juncker, hogy ő személy szerint ezért nem felelős, hát ő mindent megtett, és erre sok-sok ezer bizonyítéka van. Ja, meg hogy mától visszalőnek. Jó reggelt kívánok! Hogyha 5 évvel ezelőtt megnéztük a gyakorlatot és az elméletet, akkor mind a kettő arról tanúskodott. Elmélet alatt mondjuk a tankönyvi tudományos hátteret értem, hogy ez egy tanácsközpontú Európai Unió, az állam és kormányfők lehetőség szerint egyhangulag hozzák meg a döntéseket, legalábbis kijelölik a főbb irányvonalakat, amelyeket adott esetben az Európai Unió tanácsa, tehát a miniszterek fóruma jogszabályba foglal. Az Európai Bizottságnak, ami mint fogalom és mint intézmény egy olyan szerepet tölt be hivatalosan, hogy a szerződések őre, pedig technikai végrehajtó jellegű feladatai vannak, az Európai Parlament pedig, mint választott tisztségviselőkből listán, de közvetlenül az Európai Parlamentben a nemzetállamok által delegált tagokból képződő vagy összeálló intézmény, bizonyos kontrollt gyakorol a két másik intézmény fölött. Most ehhez képest az Európai Bizottság egyfajta kvázi kormányként kezdett el működni, az ideiglenes kvóta határozatnál megmutatta az erejét is, hogy ha valamit keresztül akar vinni, azt képes keresztül vinni. Ilyen értelemben a felelősség ezekért a kudarcokért, amelyről a külügyminiszter úr beszélt, a bizottságot, illetve elsősorban a bizottság elnökét terheli. Megjegyzem, a századvég alapítvány készítette demokrácia indexet, amelyben értékelte a biztosok munkáját eddig ugye Franz Timmermans és Jean-Claude Juncker elnök tevékenységét, és míg Timmermans 2. osztályzatot szerzett, addig Jean-Claude Juncker szakértők bevonásával készített kvantitatív szövegelemzés metodikájával elvégzett elemzés nyomán egyese sikerült, illetve elégtelen osztályzatot kapott. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök azt is mondta, hogy az úgy nem jó, hogyha az unió tagállamai egyenként akarják a saját elképzeléseik szerint megoldani a bevándorlás kérdését, bár ez nem egészen így van, mert a csoportok alakultak ki. Ő azt mondta, hogy a bizottságnak van egy több pontból álló javaslata, azt tessék betartani. 2019 április végén járunk, amikor már a strasbourgi képviselők egy része dobozol. Ez alatt azt értem, hogy csomagolnak, ez már a búcsúzás időszaka. Ha valaki utána akar járni Judith Sargentini Twitter oldalán, már fizikai valójában is megmutatta ezeket a bizonyos dobozokat. Ami azt jelenti, hogy itt már nem arról beszélünk, hogy ez az aktorkodás, ez a tevékeny időszak, illetve a még el nem végzett feladatok befejezésére megfelelő időpont lenne. Tehát nyilvánvaló, hogy ha mostantól Jean-Claude Juncker bármit tesz is, azt már maximum a következő ciklusért teheti, a következő ciklus intézményeiért, illetve vezetőiért. Ő maga már ezért az 5 évért nem tud többet tenni, ez az 5 év megkapta maga bizonyítványát. Azt is mondta Juncker bizottsági elnök, aki szintén lassan távozik az egész bizottsággal a hivatalából majd ősszel, hogy a kötelező kvótákat tessék tudomásul venni, megint előhozta, bármennyire mondták, hogy nincs, most megint előjött személyesen az Európai Bizottság elnökének a szájából. De mire van az, hogy egyszer mondják, egyszer meg nem? Meg hozzátette azt is, ahogy olvasom, tegnap előtti nyilatkozatából, hogy szerinte meg kell szüntetni a határellenőrzéseket.
A Berliner Morgenpostnak adott nyilatkozatot Jean-Claude Juncker, azt tudni kell, hogy a Welttel, a Weltem Zontággal egy szerkesztőségben van ez az újság, az Axel Springer kiadó jegyzi, és például egy Orbán Viktor Horthy Hofer interjút cenzúráztak, tehát semmiképpen nem baráti orgánumról beszélhetünk a V4-ek vagy Magyarország tekintetében, és ott több mindenről beszél, Angela Merkel jövőjéről, egyáltalán arról, hogy a határok lezárását rossz ötletnek tartja, de egyértelműen nem ad válaszokat arra, hogy az integrációs, migrációs válságot hogyan kívánja kezelni, és azt a problémát hogyan kívánja megoldani, hogy szakad szét az Európai Unió. Tehát a kínos kérdéseket kerüli Jean-Claude Juncker, valószínűleg a saját örökségét szeretné az emberek szép emlékezetében kíván megmaradni, a pozitívumokat emeli ki az elmúlt 5 éves ciklusból, nagyon kevés ilyen van, és ez az interjúból is egyértelműen kiderül, hiszen mindenről beszél, valójában a klímavédelemtől egészen az Európai Unión belüli fontos lépésekig az intézmények megreformálásában, ez sem volt egyébként sikeres, de végső soron azt láthatjuk, hogy ez a fajta fenyegetőzés, amelyet megfogalmazott, bár megjegyzem már zu wehren, tehát védekezni fogunk kifejezést használ egy másik helyen, a szelidül, ehhez ő már egyébként fizikailag sincs megfelelő állapotban. Tehát Jean-Claude Juncker nem lesz képes sem visszalőni, sem védekezni. Az őt érő jogos kritikákkal szemben jobb, hogyha elfogadólag viszonyul, mint sem megpróbál még visszatetszést keltő módon szembeszállni a valósággal. Én azt nem értem sok minden más mellett, hogyha 4,5 év alatt nem sikerült ezt a kérdést Brüsszelben megoldani, az európai, mint mindig Belgium magára venné, tehát az Európai Unió fővárosában is egyben megoldani, akkor 1/2 évvel a mandátumának, a bizottság mandátumának lejárta előtt, amikor már parlament sincsen, európai parlament, akkor milyen eszközök vannak még a bizottság kezében, hogy azt, amit 4,5 év alatt nem sikerült, most néhány hónap alatt talán valahogy megoldja? Legyünk empatikusak, az utolsó pillanatban is döbbelhet rá valaki arra, hogy elvesztegetett 5 esztendőt, Jean-Claude Junckerék elvesztegették ezt az időt, nem tudták megoldani a migrációs krízist, nem tudták megoldani valójában a lokális gazdasági problémákat, amelybe az Unió beavatkozhatott volna. Bohózatot csináltak a Brexitből, ezzel nem csak azt üzenve, hogy kilépni nem érdemes az Európai Unióból, vagy legalábbis nagyon nehéz, de belépni sem nagyon szabad, hiszen ez már nem egy önkéntes közösség, hanem valójában egy kényszerközösség. És hát teljesen nyilvánvaló, hogy ez a fajta felismerés egy pánik hangulatot eredményez Junckernél, és ezt támasztja alá, hogy kapkod, fenyegetőzik, vagdalkozik, de politikushoz méltó módon úgy kellene búcsúzni hivatalától, hogy elismeri a hibáit. Antonio Tajani a legutolsó plenáris ülést felvezető beszédében egyértelműen elismerte a hibáit, bocsánatot kért ezért, Jean-Claude Juncker is azt hiszem, hogy bölcsen tenni, ha így járna el. Lomnici Zoltán, köszönöm szépen! Köszönöm én is!